A művésznek az elmúlt tíz évben ez már a harmadik kiállítása a művelődési házban. Nagy Istvánné szerint dr. Kenyeresné Zagyva Ágnes egy életigenlő, életet szerető nő. Munkáink keresztül a napi pillanatok szépségeit láthatja meg velünk. Mondta Nagy Istvánné, majd a művész meghatottan köszönte meg a kedves szavakat és az önkormányzatnak, hogy lehetőséget biztosított számára a bemutatkozásra.